Sziasztok, jó reggelt, kedves Foreveres barátaim! Először is köszönetet szeretnék nektek mondani, hogy indulhat nem sokára a gyerekeknek a Kárpátaljára, a Merevszászi járásba. Óvodáknak, bölcsődéknek gyűjtöttünk, természetesen a felnőtt lakosságnak is nagyon sok árut. Itt Budajenőn vagyunk, nagyon hideg van. Ez az adás később kerül be, nem élőbe megyünk, mert jelenleg olyan a helyzet, hogy egy-két napos. Hát elő kell azoknak adni, akik intézik a sorsát ezeknek a termékeknek. Jelenleg hát az ukrán részről nem olyan a fogadás, csak Ungvárra engedik be a termékeket, és ott onnan összegyűjtik, és nem biztos, hogy oda megy, sőt, biztos, hogy nem oda megy, ahova mi szálljuk. Ezért nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni a stábnak, tényleg Karis Tominak, aki tartja a kamerát nekem, aztán Kertész Csabának, a Hajdú Kálmánéknak, aztán a teljes Foreveres stábnak, akik a gyűjtésben benne voltak, a Patkós Edinának, aki a Merevszászi részről tartja a kapcsolatot és szervezik a termékek átítását a határon. Egy olyan helyzetben élünk, vagy olyan szituációban vagyunk, ahol tényleg mindent meg kell adni a kárpátaljai magyaroknak, hogy hát normálisan tudjanak élni. Hát, ha ki lehet ezt a szót mondani ebben az időszakban, ez nem normális ez az egész, úgyhogy vigyázzunk kell rájuk. Hát, kerüljék el mindenképpen a háborút Kárpátalján, ne legyenek lövöldözések, remélhetőleg nem is lesz, és békében megy tovább az élet. Köszönöm még egyszer mindenkinek, köszönöm a rengeteg adományt. Ez az első kocsi, ez gyakorlatilag én küldöm, az én kocsim is megy le. A nagy teherautók, a ne felejtsen, vannak Tomikáék innen, a ne felejtsen mennek, és ott is csinálnak egy riportot a többiekkel, és így indul tovább. Én jó utat kívánok nektek! Jó utat! Köszönjük szépen! Jó utat, és vigyázzatok! Kiállok! Ez lesz a nekünk a papír, amit vinni kell. Köszönjük szépen! Hello, hello! Sziasztok! Meghoztuk a csalagokat. Szia, Kálmán! Nagyon örülök, hogy végre találkozom. Hálásak, hogy sikerült idejött az összes a páru, úgyhogy most válaszok szét, hogy melyik hova pakoljuk le, hogy melyik jön ide és melyik jön a másik helyre. Rendben. Jó? Ilyen, csak ilyen műzik, bobozokban. Figyeld rá, nem jó.
Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szolnoki Medve Lívia vagyok, 5 éve vagyok a Forever Living oszlopos tagja. Hálás vagyok a magyarországi Forever-ös kollégáknak, barátoknak, ismerősöknek, hogy ennyi rengeteg adományt összegyűjtöttek a Kárpátalján kintrekedt embereknek és a Kárpátalján jelenleg lévő menekültek javára. Én személy szerint igyekszem ehhez hozzátenni azt, hogy én segítek majd abban, hogy ez mindenhol kikerülhessen, óvodákban elhelyezett emberekhez, iskolákban elhelyezett emberekhez. Csodálatos összefogásnak vagyunk részesei, hálával van tele a szívem azért, hogy ennyire jó emberek élnek a Földön, és a Forever-ösök ennyire jó emberek, időt, energiát, pénzt nem sajnáltok arra, hogy segítsetek másokon. Ez hatalmas, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Sziasztok! Szépen nektek a rengeteg adomány! Köszönjük szépen!